Magyar bajnoki EB Challenge, U21-es EB selejtező, majd Macec Kupa, a Nagyhalán Speedway Ringen egymást érik a nemzetközi salakmotor versenyek. A közép-európai sorozat első fordulójában 6 nemzet motorosai álltak rajthoz, köztük 4 magyar. Kovács Rolandnak nem volt szerencséje, egy kuplunk hiba miatt az egyik rajtnál nagyot esett, és számára véget ért a Macec Kupa. Magosi Norbert viszont egymás után nyerte a futamokat, csak úgy, mint a fiatal fazekas Denis. Végül mindketten 12-12 pontot szerezve holt versenyben végeztek az élen, így jöhetett a külön futam, hogy eldöntsék, ki állhat a dobogó legmagasabb fokára. A 17 éves fazekas rajtolt jobban, és végül minimális különbséggel győzött. Ez volt pályafutása első versenygyőzelme. A Nagyhalán Speedway Ring motorosa sokat fejlődött az elmúlt hónapokban, és rengeteg munkával 17 kg-ot fogyott annak érdekében, hogy hozza versenysúlyát. Edzéseken láttuk azt, hogy a magyar versenyzőkkel, a Kovács Rolival, a Benkő Rolival, a Magosi Norbival, mikor edzettek és rajtgépes edzés volt, akkor már lehetett látni Denisben, hogy sorra-sorra maga mögé utasítja ezeket a versenyzőket. Tehát egy jó technika, egy jó stáb, ami kialakult mögötte. Én úgy hiszem, ez most érett meg gyümölcsé, aminek az eredménye ez lett, hogy igen, egy ötszörös magyar bajnokot is. Igaz, hogy nem sokkal, centiken múlott, de maga mögé tudta utasítani, de három körön azt mondjuk, hogy komoly előnyt épített ki a Denis a futamban, illetve gyorsította Norbi, mert kívülről szerette volna megelőzni, de nem tudta végrenőve, Denis nyert ezt az első fordulót a Macec Kupában. A harmadik helyet a lengyel Vojdiló szerezte meg, a Macec Kupát számos előzés és bukás tarkította. A szervezők megint jelesre vizsgáztak, ezúttal is remekül előkészített pálya várta a motorosokat. Legközelebb októberben rendeznek versenyt a ringen, akkor a Mams Kupa következik, és várhatóan ismét erős mezőny érkezik majd.